Karolina. Második rész. A szeretet nem várhat. Münchenben, az iskola nővérek anyaházában élt egy idős francia Notre-Dame nővér, Sir Walburg, aki már nem látott, és a noviciák olvastak fel neki. Sokat mesélt a régi időkről és Terézia anyáról, akit kislánykora óta ismert. Újra meg újra csodálattal tölt el, ha arra gondolok, hogy Karolina 12 évesen kezdett tanítani. Igaz, hogy én laikus Notre-Dame nővérként sosem tanítottam az iskolában, hanem a házi munkákat végeztem. Mégis meg tudom ítélni, hogy Karolina rendkívül tehetségesen bánt a rábízott 20 kislánnyal az első naptól kezdve. Rajongtak érte a gyermekek. Ha télen elmaradt volna a tanítás, mert nem volt mivel fűteni, inkább hozták magukkal fát otthonról. Csak el ne hagyjanak akár egy tanórát is. Amikor 3 év elteltével kiderült, hogy a város bérbe adja a régi Notre-Dame épületet, és így megszűnik az iskola, győzködték Karolinát, hogy legyen a tanítás a réten, amíg más megoldást nem találnak. Pedig Karolina éppen közölni akarta Wittmann atyával, hogy mivel bezárták az iskolát, úgy döntött, beáll apja hajós vállalkozásába. Most mégsem a plébániára ment, hanem betért a templomba. El akart rejtőzni, hogy egyedül végig töprenghesse, mit évő legyen. Végül az oltár mögött talált egy zugot. Apa boldog lenne, ha beletanulnék az üzletbe. És akkor utazhatnék. Istenem, de jó volna. Persze akkor minek szereztem oklevelet? Vagy átmenjek másik városba tanítani? Jaj, azt nem. Stettenhofot soha nem tudnám elhagyni. Tanítsak iskola nélkül? Egész életemben gyerekekkel vesződjek. Jóformán sehova se járok. Várhatok még azzal, hogy elkötelezzem magamat másokért. Istenem, mit kíván tőlem a szeretet? Várjak még? Ráérek még? Nem. Úgy érzem, nem várhatok. A szeretet nem várhat. Ezentúl minden nap elrejtőzött ide imádkozni. Itt az oltár mögötti sötét zugban, még ma is ott áll térdeplője. Annának és Braun kisasszonynak is szóltunk, meg Wittmann atyának és Sir Walburgnak. Azt mondták, ha Karolina jön, ők is jönnek. Akkor ugye nem hagysz itt minket? Mi már szóltunk a lányoknak, hogy holnap az egész osztály jöjjön a rétre. És ha sikerül a nap, legközelebb a többi osztály is jöhet. Szedjünk gombát és tanuljunk a gombákról. Jól van. Megmondhatjátok Annának, Braun kisasszonynak és a többieknek, hogy jövök. Hogy is gondolhattam azt, hogy várni fogok? Jézusom, te sem várattad meg a gyermekeket, amikor hozzád futottak. Öletbe vetted, tanítgattad és megáldottad őket. Igen, a szeretet nem várhat. Köszönöm, hogy kis angyalaidat küldted értem. Ha úgy akarod, hogy egészen a gyermekek nevelésére szenteljem az életem, kérlek, mutasd az utat. Ha így akarod, kérlek, segíts meg minket, hogy ne maradjon fedél nélkül az iskola. A szabadtéri iskolába jöttek öcskösök is, sőt, még egy kis pap is csatlakozott a szemináriumból,
ahol Vitman atya volt az igazgató. Nagy gombaszedéssel indult a nap. Kis csoportokra osztották be az osztályt. Olyan hangulat volt, mint mikor kirándulni vittük a csapatot. Ugyanakkor nagyon figyeltek, mindent megjegyeztek. Nekem két kisfiú jutott. Vitman atya és a kis pap szerettek gombázni, így ők is hozzá tudtak tenni Anna Braun kisasszony magyarázatához. Anna Hossz és Karolina remek páros voltak. Érdekesen, vidáman tanítottak, találékonyan oldották meg a váratlan pedagógiai helyzeteket. Sohasem versengtek egymással, inkább kiegészítették, segítették egymást. Nézzétek, ott egy kecske! Ez a Grinni néni! Vigyük haza! Vigyük haza! Gréti néni a Szent Katalin kórház menhelyén lakott, ahol kislánykorában Karolina rendszeresen látogatta a szegényeket Franciska mamával. A gyereksereg beállított hozzá kecskéstül. Úgy megörült az elcsatangolt jószágnak és nekünk, hogy mindenkit behívott, és megkínált frissen sütött kalácssal. Mivel kiderült, hogy a szobába befér az osztály, Gréti néni felajánlotta, hogy amíg nem lesz más megoldás, legyenek nála a tanítási órák. Másnaptól a Stadtamhofi Királyi Leányiskola Gréti néni lakosszájába és a kórház egyéb helyiségeibe tette át székhelyét, így gondoskodott az úr, hogy ne maradjon fedél nélkül az iskola. Gréti néni rokkapergetésének hangja mellett grammatika órán Karolina az ige fogalmának rejtelmeibe próbálta bevezetni a nebulókat. Karolina, mesélj nekünk a kecskéről! Élt egyszer egy kecske család. Az egyik fiú megkérdezte: apa, mi az, hogy ige? Kérdezd a Rudit. Rudi volt az egyetlen, aki iskolába járt. Nap mint nap részt vett az ember gyerekek óráján, így mindent tudott. Hogy mi az ige? Elmagyarázom én nektek. Nos, mondjátok meg, ti most mit csináltok? Kérődzünk, válaszolták azok. No, látjátok, az ige cselekvést jelentő szó. Például kérődzik, vagy a gazdi megy, a tyúkok sétálnak, a kutya áll, stb. Ez mind cselekvés, mind ige. A kutya erre megkérdezte. És azt ki cselekszi, ha a csont kiesik a számból? Sem én nem teszem, sem a csont? Hát persze, kiáltotta Rudi. Az ige nem csak cselekvést, hanem történést is jelent. A csont leesik, a tyúk tojás széttörik, a tej meg kiomlik. Ez mind történés. És akkor, Rudi, mi van akkor, ha semmit nem csinálunk, és nem is történik semmi, csak jól el vagyunk? Akkor pedig létezünk. Az ige nem csak cselekvést, történést, hanem létezést is jelent. Érted? 4 évet kellett kihúzni e szűk helyen. Gréti néni a rokkapergetése
és Rudi mekegése közepette. Wittmann atya tartotta bennük a lelket, hogy ne csüggedjenek, hiszen Isten minden műve lassan és fájdalmasan halad előbbre, utána azonban annál biztosabban áll és pompásabban virágzik. Ezeket a szavakat sokszor idéztük, hiszen gyakran szükségünk volt rá az életben. A város atyák kénytelenek voltak engedni a szülők kérvényeinek, és a templommal szemben kiutaltak az iskola számára egy saroképületet. A tanítónők több száz fős mintaiskolát hoztak létre, miközben az ipari órákon megtanították a hímzés, kötés, marrás, horgolás és fonás mesterségét. Fontos cél volt a lányok szép érzékének fejlesztése is. A hittan, olvasás, írás, számolás mellett náluk olyan tantárgyak is szerepeltek, melyek nem voltak még akkoriban elterjedve. Földrajz, hazai történelem, ének és rajz. Beköltöztek a házba, úgy éltek, mint három testvér. Délutánonként is rendelkezésére álltak a gyermekeknek, még akár az öcskösöknek is. Senkit sem zártak ki gondoskodó szeretetükből. Rövidesen felmerült a három lányban, hogy úgy éljenek, mint egy szerzetes közösség, ahogy ezt annak idején tőlünk, Notre-Dame nővérektől látták. Mivel Anna Brand volt köztük a legidősebb, és jelöltként ő látta az életünket legközelebbről. Megtették főnöknőjüknek. Feltétlen engedelmességet fogadtak neki és Wittmann atyának, aki a kis közösség lelki vezetője lett. Az ő irányítása alatt szigorú napi rendet éltek, munkával, imával, hallgatással, éjszakai virasztással. Sötét színekbe öltözködtek, egyedül sosem léptek az utcára. Hamarosan szóbeszéd tárgyává lett, hogy a csinos tanítónők milyen változáson mentek át. Nem egyszer hallottak az utcán gúnyolódást a hátuk mögött. Elterjesztették róluk, hogy tanítványaikat egészségtelen jámbor gyakorlatokra tanítják, és élettől elidegenedett emberekké nevelik őket. Akik irigységgel szemlélték a fiatal tanítónők eddigi sikereit, most lesték, mikor tehetik őket botránytárgyává. Egy alkalommal, amikor Karolina és két társa átmentek az iskolából a templomba imádkozni, egy csapat lány utánuk eredt, hogy példaképeikkel együtt imádkozhassanak. Pátyollal takarták le arcukat, ahogy ezt a regényekben olvasták a templomba vonuló apácákról. Nem is sejtették, hogy ezzel a regényes kísérletükkel milyen veszélybe sodorták nevelőiket. Még aznap este Münchenben a királyi rezidenciára feljelentést hozott a futár, melyben túlzott vallási rajongás szításával gyanúsították meg Stadtamhof három királyi tanítónőjét. A kormányzat kivizsgálást rendelt el a leányiskolában. A szülők a tanítónők mellé álltak, így a vádat ejteni kellett. Bizonyos polgári körök és a város vezetősége azonban továbbra is fenntartásokkal figyelte tevékenységüket. Tény, hogy eleinte túl sok vezeklést vállaltak, és ezt megérezhették rajtuk a tanítványok. Valójában azonban megmaradtak bájos tanítónőknek, akik érdekesen adták át a legszárazabb ismereteket is, és szünetekben együtt játszottak a gyermekekkel. A feljelentés után figyeltek rá, hogy önként vállalt kemény életmódjuk semmiképpen se vessen árnyékot az iskola derűs életére, és kerüljék a külső feltűnést. Karolinával átbeszélgettük ezeket a dolgokat, a hármójuk közti feszültségekről is tudtam. Anna Brand kisasszony
túlságosan szigorú előjáró volt. Mindig a másik két lányjal végeztette a házi munkákat. Szó nélkül gyakran üres gyomorral kellett dolgozniuk. Anna Hoc többször fellázadt, és megmondta, hogy nincs joga így bánni velük. Karolina viszont hallgatva tűrt mindent. Bár ő volt a legfiatalabb, mégis az ő lelkében éreztem legmélyebbnek a hivatást. Wittmann atya is úgy látta, hogy Karolinára oda kell figyelnünk, mert Isten különleges talentumokkal áldotta meg, és valami nagy dologra hívja. Karolina a közösség lelke volt. Kézügyességét bevetve, olykor ének idején készített két társának meglepetés ajándékot, hogy ezzel is a békességet, a jó hangulatot mozdítsa elő. Ízlésüknek igyekezett kedvezni, amikor Brandt kisasszonynak egy rózsaszínű, dálmás zsebkendőt, Anna Hucnak pedig egy csipkeszélű kis tülterítőt vart, álmodj édeset felirattal. Egyre több lett a városban azoknak a nagylányoknak száma, akik náluk végeztek. Tovább tanulni egyáltalán nem volt lehetőségük, viszont szolgálati helyet is nehezen találtak maguknak. A három tanítónő felismerte, hogy hiába tanítják meg az alapokat a kislányoknak, ha nagylányként utána elkallódnak. Ezért a volt Notre Dame iskola kézimunka tanárnőjének, Sir Josepha nővérnek irányításával bevezették a bentlakásos varróiskolát. Az itt szerzett ismeretekkel könnyebben el tudtak helyezkedni a lányok, és később saját családtagjaik ruháit is maguk készítették el. Hogy legyen számukra elegendő hely az iskola épületben, Karolina saját szobáját áldozta fel. Ettől kezdve a padlás egyik sarkában, később a kamra padlóján aludt. Wittmann atya szerezte be az anyagokat. A lányok által vart ruhákat szétosztotta a szegények között. Előfordult, hogy a szegények közvetlenül is bekopogtattak az iskolába, és megmondták, milyen ruhára volna szükségük. Míg Karolina és Anna Hoc között mind jobban teljes lett a harmónia, Anna Braun egyre távolabb került tőlük, egészen elszigetelődött, végül egy nap szó nélkül elköltözött. Végleg lezárta életének azt a szakaszát, amikor szerzetesi hivatásban, iskolai nevelésben gondolkodott. Thank you.
Még ha sok feszültséget is okozott Braun kisasszony, mégis nagyon sajnálták, hogy elment. Jól felkészült tanító volt. Remekül értett a gyermekek nyelvén. Bátyja, Thomas Braun jött érte, ismét hozzá költözött, mint annak idején a Notre Dame rend felosztatásakor. Azóta Thomas családot alapított, így most azt remélte, Anna besegít majd a háztartásba. A három tagú közösség élete megszakadt. Karolinában a hivatásérzet töretlen volt, Anna Hoc kissé fellélegzett. Kétségtelen, hogy Anna Braun távozásától kezdve minden őszi szünidőben felkerekedtek vakációzni. Nem egyszer távoli vidékekre utaztak, hogy régi városokat, szép tájakat fedezzenek fel. Kikapcsolódtak, és sok kedves kalandban volt részük. Általában teljes volt köztük az egyetértés, de olykor kisebb nézeteltérések adódtak. Például, mennyi borravalót adjanak a pincérnek. Anna Hoc spórolósabb volt, Karolina nagy lelkű. Egyszer azzal vágta ki magát, amikor túlságosan bőkezően fizetett, hogy az okosság számítgat, a szeretet szeret. Utazásaik során mindig gondoltak tanítványaikra, és gondoskodtak számukra vásárfiáról. Ha más nem, kagylókat gyűjtöttek számukra. Ezeket aztán a csöpségek féltett kincsként őrizték. Thank you.
amerre jártak és gyermekekkel találkoztak, érdekes módon azok mindig megérezték bennük a tanítónőket. Játszottak velük, és nehezen engedték őket tovább. Minden iránt nyitottak, érdeklődők és boldogok voltak. Bár a kolostori kisközösség felbomlott, Karolina kitartott a mindennapi jó feltételekben, melyeket a gyerekek nevelésében is bevezetett. Továbbra is minden nap imádkozott az oltár mögötti rejtekben, és szeretett időzni a Regensburgi katedrálisban is. Kimondhatatlan, mély belső béke van bennem. Most benned vagyok, Jézusom. Bár tennél velem, amit akarsz. Te bennem maradsz, én meg te benned. Betöld a szeretet. Úgy érzem magam, mint az asszony, aki kenettel előre megkent a testedet a temetésedre. Nem tudod várni, mert a szeretet nem várhat. Fogadd el szeretetemet. Wittmann atya időnként elvonult lelki gyakorlatozni Bad Abbachba, a Mária forráshoz. Karolina, aki többször elkísérte lelki atyát tűfestéses technikával, megörökítette ezeket a kegyelmi napokat. A művészi alkotást mind a mai napig őrzik a Stadtamufi iskolában. Huszonhat éves korában a kegyhelyen ő is elvégezte első komoly négynapos lelki gyakorlatát. A gazdag a birtoklásban leli örömét, az önző ember abban, hogy keresztül viszi akaratát, a nagyra vágyót pedig a tisztelet boldogítja. Hát én mihez ragaszkodom? Ezek közül egyik sem vonz. Mert a nagyra vágyás, önzés, gőg csak szenvedést okoz. A boldogság feltétele viszont a derű és a nyugalom. Az igazi boldogság az Istenben megtalált boldogság. Szüntelenül küzdeni akarok az önteltség és a dicsőség vágy ellen. Nem fogok soha engedni ezeknek a hajlamaimnak, akármilyen nehéz is lesz számomra a küzdelem. Uram, kérem végtelen jóságodat, add, hogy meg is valósítsam mindezt. Wittmann atya 10 pontban összegezte, mit jelent Jézust követve a gyermekeket szolgálni. Időnként megvizsgálták, mennyire sikerült ezeket tartani. Éjjelente 4 órát imádkozni hivatásbeli ügyekért. Reggelente 1/2 órát elmélkedni. Az iskolában fogadni és helyére ültetni a gyermekeket. Csendet tartani, de a nyugtalanokat is szeretni. Keveset büntetni, sokat bátorítani. Viselni a szülők értetlenségét. Egyszerűnek lenni ételben, öltözetben, beszédben. Vállalni a keresztet, például gyöngélkedve is tanítani. Viselni, ha nincs elegendő megbecsülés. Hűnek lenni a szolgálathoz, míg az Úr nem rendel változást. Az évente szervezett kirándulások töretlenül folytatódtak.
Anna Brand helyébe Spét kisasszony lépett, aki új szint hozott az iskolai életbe. Vidámság, összetartás, magas színvonalú és korszerű oktatás, odaadás és mély lelkiség jellemezte a tanítónők munkáját. Engem eltöltött a hála, hogy a Notre Dame nővérek öröksége újra élet az ő áldásos tevékenységük révén. Az 1825-ös esztendő gyászt hozott Karolina életébe. Májusban elhunyt az édesapja. A nyári iskolai vizsgát erősen lekötötték Karolina figyelmét, de az őszbe álltakor rászakadt édesapja elvesztésének fájdalma. Ezúttal nem ment el Anna Hotza vakációzni. Mindössze 54 éves volt Willibald úr. Mindenki számára váratlan volt a távozása. Karolinának többször haza kellett mennie a szülői házba, hogy Franciska mamának besegítsen a szállítási üzletek bonyolításába. Ilyenkor megtapasztalta, hogy bizony nagy szükség volna rá otthon. Édesanyját szeretetlenség egyedül hagynia. Az üzlet pedig veszendőbe mehet, ha az örökös nem vállalja el. Ugyanezt erősítette meg Cirngébő bácsi is, aki elmagyarázta, hogy vannak esetek, amikor az élet felülírja terveinket. Karolina mindent megtett az iskoláért, most már akár nélküle is működhet. Az üzlet viszont el fog sorvadni és meg fog halni, ha nem áll édesanyja mellé. Karolina visszaemlékezett kedves álmaira, amikor elképzelte, hogyan fog felnőni mellette kisöccse. Ha nem halt volna meg Ignácius, ő venné át a vállalkozást. De így? Lehet, hogy Isten azt akarja, menjen vissza édesanyjához. Most következik be az, amit Wittmann atya úgy fogalmaz, hogy addig kell hűnek maradni a szolgálathoz, míg az Úr nem rendel változást. A szeretet nem várhat. De kit kell most jobban szeretnie? Édesanyját vagy a gyermekeket? Édesanyját vagy Jézust? Karolinát kétségek kezdték gyötörni. Kereste a biztos választ, de nem találta. Édesanyja iránti szeretete és a hivatása iránti hűsége úgy érezte, szembe kerültek egymással. Vége a második résznek.